Ha lehetne három kívánságom, senki nem maradna éhen, és nem lennének a tűk szétdobálva kint a téren. Mindenki egyenrangú lenne, és nem kéne, hogy mindig a szegény ember maradjon csendbe. Ha lehetne három kívánságom, én azt kívánnám, hogy legyen béke ezen a nagyvilágon. Mindenki a maga ura lenne, és nem lenne szükség itt gangster szerepekre. Törölném a YouTube-ot, a Facebook-ot, Instagramot és Twitter-t, egy próbál kapcsolatok erősebbek lennének, hidd el. Mindenki ugyanabban az autóban ülne, a minimálbér nem 70, hanem 200 ezer lenne. Azt hoznám trendbe, hogy ne legyen szégyenkezve menni az utcán, akinek más a bőre színe. Nem lennének betegek, tolószékbe a gyerekek, örök nyarat csinálnék, hogy jobb legyen a kedvetek. Világ. A szomszéd se nézne irigykedve, és minden tehetségen segítenék a zenébe. Nem lenne olyan csaj, kinek szilikon lenne melle. Szeresd a nődet úgy, ahogy az Isten megteremtette. Nem kéne a nyugdíjra 60 évet várni, nem lenne bűnözés, a börtönöket be kéne zárni. Nem lenne itt intézet, semmiféle menedék, minden szülő tisztességesen felnevelni a gyerekét. Nem vagyok párti, csak szeretnék szebb világot. Ne hagyd, hogy rángassanak dróton mindig, mint egy bábod. És ha látni szeretnéd, te is a legjobb barátod, nem okos telefonon hívnád, hanem felfügyülnél, vágod. Amikor gyerek voltam, vártam én a Mikulást. Húsvétkor egy kopogás, versmondás és locsolás. De mára más lett már a helyzet, a 10 éves gyerek kizsebrel, és nem tudja, mi az a tisztelet. A székbe fel, dob the beast, a székbe fel, dob the beast, a székbe fel, dob the beast, a székbe fel. De csak egy percet kérek tőled, csak egy percet kérek tőled, hogy másképp lásd, hogy másképp lásd. Csak egy percet kérek tőled.